Szekszárd szívében vagyunk a Petrics család 1825 óta működő mézes kalács üzeménél, illetve itt található egy múzeum is, hamarosan beérkezünk, és hát a díszlet az mondhatni, hogy nagyon adja magát, mert hogy amikor ide érkeztünk, akkor én is valóban úgy éreztem magam, mint Juliska a mézes kalács ház előtt. Itt azonban boszorkánnyal nem fogunk találkozni, viszont forró kemencék lesznek, tartsanak velünk. Reggel 9 óra sincsen, a Petrics család sütő üzemében azonban már igazán perzselő a hangulat. Mire mi ideértünk, Tündi, Petrics Szilveszter felesége, édesanyja Petrics Józsefné és egy alkalmazott már több tucat tálca mézes kalácsot sütöttek ki, amelyek várják díszruhájukat, vagy éppen a cukormázat, akár a szeletelést. Miközben az újabb adag puszedli párnákra incsiklandó áfonyás szilvás töltelék kerül. Jó tanács, korgó gyomorral tilos és életveszélyes a belépés a sok nyalánkság közé. Mielőtt mi is neki kezdenénk a munkának, először is aklimatizálódunk és figyelünk, a legelejéről kezdjük a tészta bekeverésével. Innen még hosszú az út a kész puszedléig, amit már felvillantottunk önöknek, de lassan járj, tovább érsz, tartja a mondás. Mi pedig mindenképpen a végére akarunk járni, hiszen a legizgalmasabb pillanat mégiscsak az, amikor beleharaphatunk a kész süteménybe. Ez a dédapámnak a receptje, tehát ő cukrászmester is volt, mézes kalácsos mester is volt, ő volt az első a családban, aki elkezdett a cukorkákkal is foglalkozni. Erről, bocsánat, hogy visszakanyarodok kicsit történelmi háttérileg, és akkor vissza fogok kanyarodni a tésztához majd. Csak őróla annyit szeretnék elmondani, hogy a mézes kalácsosok szakmája virágzott. Egészen addig, amíg el nem indult az ipari forradalom, meg nem jelent a kristálycukor tömeges méretekben olcsón. Mézes kalácsos úgy tudott életben maradni, hogy ha vagy elkezdett cukrászattal is foglalkozni, vagy elkezdett cukorkákkal is foglalkozni, vagy bármi más édességgel, amit a mézes kalács mellett készíteni tudott. Most nálunk a dédapám volt az, aki elkezdett a cukorkákkal is foglalkozni. De ő tényleg nagyon nagy tudású ember volt, ő bejárta Svájcot, Bécset, Pozsonyt, amikor segédként vándorolt, és hazatért Szekszárddal, megalapította a saját műhelyét, és mi a ő receptje alapján készítjük a mai napig a puszedlinkat. És hát ez a recept azóta is változatlan, annyi változott rajta, hogy géppel gyúrjuk be. Hát én emlékszem, még nagypapámat is láttam gyerekkoromban, hogy Weilingba beletette a forró mézet, elkezdte hozzá keverni a lisztet, aztán amikor már annyira kemény volt a tészta, hogy nem tudta fakanállal keverni, akkor elkezdte kézzel gyúrni. Nálunk most már annyi könnyebbség van, hogy ez gép megcsinálja, tehát nem is akkora mennyiségekkel dolgozunk, mint ők. Összetételében egyébként méz, rozsliszt, búzaliszt, cukor, tojás, fűszerek, természetes fűszereket használunk, nem aromákat. És van kétféle anyag, ami, na ez is egy változás, régen úgy hívták, hogy szódabikarbóna meg szalalkálium, úgy hívjuk, hogy térfogatnövelőszer. Tehát ezek vannak a tésztában. A pontos receptet most nyilván nem verném nagy dobra, és hát pontosan én sem, nem is tudnám elmondani egyébként, mert a lisztet például sosem érem ki. A liszt az mindig változik, tehát nagyon ritka az, hogy két egyforma szállítmánylisztünk van, és ránézésre meg érzésre tudjuk, hogy mennyi lisztet kell a tésztába tenni. Nosztalgiával nézek végig a régi iparos mesterek világára. Tehát, és iparosnak is tartom magam, amit ugye kézművesnek hívnak minket, de én nem népi iparművész, meg nem is annyira kézművesnek, én iparosnak tartom magam. Tehát én nagyon szeretném, hogyha ez így folytatódna tovább.
most már hordóba meg tudjuk venni a mézet. Annak idején viszont lépes mézet tudtak venni, tehát amíg kasokba gyűjtötték a méhek a mézet, meg vadméz volt, addig lépes mézet vett a mézes kalácsos. És ő saját maga kipréselte igazából a lépből a mézet, ami a mézből süteményt csinált, melléktermékként ott maradt a méviasz. Ebből pedig gyertyákat kezdett el készíteni. Tehát innen a kapcsolat a két mesterség között. A gyertya és a mézes kalács tartozott össze, a cukorka pedig az volt, ami később jött. Főleg a fiatalok gondolják elsőre, hogy a mézes kalács és a cukorka tartoznak össze, és nem értik, hogy a gyertya öntéssel miért foglalkozott egy mézes kalácsos. Szilvesztertől most megkaptuk a választ. Tünde mindeközben gyönyörű szíveket készít, ő szintén cukrász végzettségű. Most látjuk csak igazán, amibe nem is gondolunk bele, ha kézműves terméket vásárolunk, hogy milyen koncentrált, aprólékos és időigényes munkát igényel mindez. Most hagyjuk tovább készülni a puszedliket, mi pedig tovább kíváncsiskodunk, de már a múzeumban. Itt egy búcsús kép, itt van nagypapám, amikor ennyi idős volt körülbelül, mint én, csak picit több haja volt. Mellette van ez a márcos edény, amit itt is láthatunk a múzeumban. Ennek az a jellegzetessége, ez egy dupla falu edény. Tehát itt, ha megnézed... ez miért kellett egy dupla? Ez azért dupla falu edény, mert abban az időben nem volt hűtőszekrény, nem volt mély hűtőszekrény, amivel jeget tudtak volna készíteni. Ide Szekszárdra a csörgetóról hordták be télen a jeget, ott a vár közben a vármegyeháza falába még mindig lehet látni a nyomát, hogy hol voltak a jégvermek, oda hordták be a jeget, és honnan hozták a jeget a nagypapámék is. Ugye tóvizet nem teszünk bele egy üdítőitalba, jégkockának, ezért volt a külső két fal közötti rész megtöltve jéggel, közepébe tették a márcot. De hogy mi ez a márc? Tehát ezt cukorból és mézből készítjük a dédapám receptje alapján. A márcos szörpöt az idősebbek még ismerhetik, a fiatalabbak meg újra megismerhetik a Petrich család jóvoltából. Szilveszter pár éve elővette nagyapja márcos receptjét, egy kis csavarral, ma már citrommal bolondítják meg az édes szörpöt. Tehát a mézes kalácsos készített márcot, később cukorkát és persze gyertyát is öntött, aminek okát Szilvesztertől már megtudtuk. A Petrich család ebben is különleges, hiszen úgy alakult az élet, és ez abszolút nem a családi hagyomány nyomására történt így, hogy Szilveszter szívéhez a sütemények, míg testvére Péterhez a gyertyaöntés és díszítés áll közel. Ő is mesél nekünk, miközben kezei között egy gyönyörű dísztárt születik. Hát a gyertyát régen nem dísztárnak, hanem világító eszköznek használták, ennek megfelelően készítette ő is. És ugye tényleg ez valóban csak a templomi gyertya volt, aminek díszesebbnek kellett lenni, vagy nem tudom, gazdag családoknál esetleg elképzelhető volt, hogy ott is díszített gyertyát égettek el? Vagy azzal világítottak? Nem volt jellemző. Igazából sima fehér natúr gyertyákat égettek. Ennek egyrészt ugye gazdasági okai vannak, másrészt pedig a legszebben mindig a sima natúr gyertyák égnek. No igen, de vajon hogy lesz a parafinból, viaszból és egy hosszú madzagból gyertya? Ez amit említettem, amit nagyapámtól is láttam, az úgynevezett csurgatott gyertya eljárás. Itt egy ilyen nagy kalapban van benne a megolvasztott parafin, és itt a kerékre egy ilyen serpenyővel csúgatjuk rá egymás után a kanócokra ugye a parafint, és rétegenként vastagszik, ez itt jól van szemléltetve. Ugye. Ennek hátránya, hogy igazából nem túl gazdaságos, egy ilyen vékony gyertya is két óra, mire elkészül, viszont ami miatt mégis használták ezt a berendezést, az az, hogy aránylag kevés alapanyagból lehet
nagy méretű, hosszú gyertyákat is készíteni. Aztán a másik eljárás még, amit örököltem, ez az úgynevezett dobon húzott gyertya. Itt egymással szemben van két fahenger, erre van feltekerve a kanóc, középen van egy ilyen teknő, ebben van az olvasztott parafin, újabban, régen ugye viaszt használtak, és van egy ilyen lukacsos tárcsa, amin különböző méretű lukak vannak, és kezdve ugye a legkisebb luktól, minden húzásnál egyel nagyobb lukba fűzzük bele, ez mindig lehúzza a fölösleget róla, ettől lesz egyenletes kerek a gyertya felülete. Ezzel inkább ilyen vékony gyertyákat szoktunk készíteni, mint a halottak napi gyertya, vagy a torta gyertyák. Tehát Péter a mai napig ezt a két technikát alkalmazza, persze nem a múzeum kiállítási darabján. Petrics József családfő és a családi vállalkozás tulajdonosa jövőre lesz 75 esztendős, pontosan annyi, mint amennyi édesapja volt, mikor a 90-es években átvette tőle a családi üzletet. Annak idején, mikor kisgyerek voltam, ugye az államosítás utáni időszakban én a műhelybe ténykedtem édesapám irányítása mellett, már úgy, hogy megvoltak a feladatok, hogy gyerekeknek, ugye a húgomnak is, még nekem is, hogy cukorkát csomagolni, kandírozni, tehát cukormáz bevonása, puszettira, ez a mi feladatunk volt. Ebben nőttünk fel, ez volt hát nem az élet célunk, de a feladatunkban benne volt a feladat körünkben akkor, hogy hát mindenképpen, ha avval végeztünk, akkor mehetünk focizni vagy játszani. Addig nem. Ön is így nevelte a fiait? Nem. Megmondom őszintén, hogy nem irányítottuk mi őket erre, de ő nekik is megvolt a feladatuk. A tészta ugyanaz, tehát ez dédapámnak a receptje, ezzel dolgozunk azóta. Ez, hogy mondjam, leírva nincs, ezt a szilveszter tudja, meg én tudom. Bár az elején nem szóltam, de valóban a nyugalom megzavarására alkalmas képeket láthattak az elmúlt 10-12 percben itt a Petrics mézes kalács készítő üzemben, illetve a múzeumban is. Hát fájó szívvel veszünk búcsút ettől a sok-sok finomságtól, de van egy jó hírünk, a Petrics Múzeum itt a Szekszárd központjában, úgyhogy látogassák meg önök is ezt a páratlan megyei értéket.